A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében idén is megvalósult a szakma kiváló tanulója és az országos szakmai tanulmányi verseny. A területi előválogatót a Tolna megyei szervezet bonyolította le. A megméretetés részleteiről Horváth Vörös Mária pályaorientációs tanácsadó beszélt. 2021 novemberében kezdődött a jelentkezés, amely 2021 decemberében zárult le. Ekkor 166 versenyző 25 szakmában jelentkezett. A verseny 2022. januárjában valósult meg, az ekkor megjelent létszám 154 fő 24 szakmában. Sajnos a COVID-ra való tekintettel igen szigorú szabályokat kellett bevezetnünk, de bizony maximálisan teljesítettük ezeket a feltételeket, hiszen ez a gyerekeknek is fontos volt, illetve nekünk is, mint a kamara dolgozóinak. A 166 versenyzőből és a 154 megjelentből összesen 53 fő ért el 60% fölötti eredményt. Ez azt jelenti, hogy ezek a hallgatók a szakmai záró vizsgájuk egy részéről mentesültek. Ez a mentesülés mindig az intézményvezető döntése, hogy az írásbeli vagy a szóbeli vizsgát engedi el az adott hallgatónak. A diákok több mint egynegyede teljesítette a 60%-ot. Az 53 főből mindössze 49-en kaptak mentességet, hiszen volt két szakma, azaz négy versenyző, akinek a záróvizsgája csak egy modulból állt, így ők ezzel a felmentéssel nem élhettek. Az országos előválogatóra Budapestre 10 diák jutott tovább Tolna megyéből. A 10 diákból 9 az energetikai technikumba jár, ebből 5 irodai titkár volt, 3 elektronikai technikus és 1 darab erős áramú elektrotechnikus. A további egy fő a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre technikumának gépjármű mechatronikus hallgatója. A jelenlegi állás szerint egy főről tudunk, az energetikai technikum Trapp Enikő nevű diákja jutott tovább, őt a Szakmasztár Fesztiválon láthatjuk legközelebb. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta rendezi meg a szakma kiváló tanulója versenyt, kibővítve az országos szakmai tanulmányi versennyel. A megméretetés országos döntőjére Budapesten az évente megrendezésre kerülő Szakmasztár Fesztiválon kerül sor. Ide a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara 150 középiskolást és 209 fő általános iskolás tanulót utaztat el. A szakma kiváló tanulója versenyt a kamara azért szervezi meg minden évben, mert szeretnénk, hogyha a szakmákat egy kicsit népszerűsíteni tudnánk. Azt látjuk, hogy a szakmának a presztízse egy kicsit csökkent, és szeretnénk elérni, hogy a diákok bátrabban lépjenek a szakképzés útjára, hiszen azt látjuk sok esetben, hogy sok diák, aki kilép az egyetem falai közül, nem tud elhelyezkedni. A mai helyzetben pedig azt látjuk, hogy nagyon kevés a szakember, mindenki szakember hiánnyal küzd, ha egy lakást szeretnénk felújítani, nem találunk szakembert. És ez a kamarának a célja, ezzel a versennyel is népszerűsíteni szeretnénk a szakmákat, minél több fiatalt bevonni a szakképzésbe. 3 évvel ezelőtt lett egy új rendszer, a szakképzés 4.0, amely egyre több segítséget és egyre nagyobb anyagi támogatást nyújt a diákoknak, és azt gondoljuk, hogy ezzel is csak hozzásegítjük őket ahhoz, hogy a későbbiekben jó szakemberként el tudjanak helyezkedni, és önmagukat, illetve a családjukat el tudják tartani. A szakma sztárja országos megmérettetés 2022. április 25 és 27-e között kerül megrendezésre, ahol az országos döntők legjobbjai látványos verseny keretein belül mutathatják be a rátermettségüket a választott szakmájukkal kapcsolatban.